A több mint 30 kilométeres távközben két piknikponton, Nyírtelek közösségi házánál és a Rakamozi Nagy Teknős Békaháznál pihenhetnek meg a bringások május 12-én. A bringa piknik útvonal a Nyíregyházáról a Kossuth térről indul, célállomása pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Posta György, Tokaj város polgármestere ezt az útvonalat kiemelt turisztikai attrakcióként fémjelezte, hiszen a túra által mindkét város értékeit felfedezhetik a kerékpárosok. A két piknikponton frissítő és tápláló ételeket és italokat kapnak a résztvevők. A túra végén könnyű zenei, gasztronómiai és kerékpáros programok várják a távot teljesítőket. Nagy valószínűséggel már május 12-én 13 órakor meg fognak érkezni a bringások Tokaj Fesztiválkatlanhoz, és nagyon érdekes kerékpáros programokkal várjuk a megérkezőket. Lesz ott triál bemutató, triásuli, gold sprint verseny, BMX bemutató, monociklisó, és ami a legérdekesebb és a legnagyobb néptömegek érdeklődésére számottevő program, az a Takács Eszter és zenekara élő koncert lesz, és nem szabad elfelejkeznünk, sőt első helyen kellett volna megemlítenünk Tokaj város programjáról egy nagyon színpompás gasztronómiai rendezvényről, a Kóstolja meg hegyalját Tokajban elnevezésű gasztrosóról. A legkisebbeket már a rajt előtt reggel 8 órától Bringa Akadémia várja a Kossuth téren, hogy a legfontosabb kerékpározási alapismereteket elsajátítva vághassanak neki a családi kerékpározásnak. Az óvodásokon túl gondoltak a középiskolásokra is. A legnagyobb létszámban induló középiskolás csapat 100 000 forintos vásárlási utalvánnyal gazdagodik, valamint belépőt kapnak a leveleki vízisi centrumba. A nyereményeken túl számos különleges lehetőség várja a Bringa Piknik résztvevőit. Ha megsérül útközben a kerékpárja valakinek, vagy valamilyen műszaki hiba keletkezik, akkor semmi gond, mert a tekerő csapat a tekerő tömeg után a Shimano jóvoltából egy mobil szervíz fogja kísérni a kerékpárosokat, és bármilyen technikai probléma merül fel, azonnal két szerelő beavatkozik és megjavítja a kerékpárt. A hazajutásra is gondoltak a szervezők. Aki visszafele már nem akarja letekerni újra a 35 kilométert, az kedvezményesen veheti igénybe a MÁV által biztosított kerékpárszállító vagonokat. A rendezvény ingyenes, a programok május 12-én szombaton reggel 8 órakor kezdődnek Nyíregyházán a Kossuth téren, ahonnan 10 órakor együtt indulnak a lelkes kerékpározók Tokajba.